A szezon utolsó meccsére úgy utazott el a nyíregyházi kosársuli, hogy több sérüléssel bajlódó kosaras is volt a keretben. A papírforma a házigazda mellett szólt, és az egyetemisták már az első fél időben eldöntötték a mérkőzést. Az első negyedben 11, a másodikban mindössze 6 pontot engedélyezett ellenfelének az Eltebe az Újbuda, miközben a fővárosiak 30 pontot szereztek. Fordulás után már kiegyenlítettebb volt a játék, 3-3 ponttal nyerték a harmadik és negyedik negyedet a hazaiak, így az NK egy 19 pontos vereséggel távozott a Gabányi László sportcsarnokból. Az első percről kezdve nem igazán volt esélyünk, tehát ugye azért sokkal agresszívabbak, harcosabbak voltak, jól alkalmazták a területvédekezést, az emberfogását, alapvetően a betörésekből rendebb pontokat kaptunk, a centerekkel nem igazán tudtunk mit kezdeni, tehát az ő kettő-kettőjükből az esetek 90%-ában kosár született. Mi próbálkoztunk különböző védekezések, különböző támadási variációkkal, kisebb-nagyobb eredménnyel. A bajnoki címet a TFS-e szerezte meg 24 győzelemmel és 2 vereséggel az azonos mutatóval végző csatadélyes előtt. A nyíregyházi kosársuli 5 győzelemmel és 21 vereséggel, amíg bennmaradás jelentő 12. helyen végzett. A piros csoportból a Kecskemét és a Diósgyőr 23-as csapat esett ki. Farkasinszki Gyuláné elmondta, a rutinos játékosok sérülése miatt a bajnokság második felében nagy teher hárult a fiatalokra. Addig tudtunk jól működni, amíg az idősebbek és a fiataloknak az egyvelege, tehát hogy a jól összeragott rutin és fiatalság tudott együtt dolgozni. Ez most ugye elment a fiatalság irányába. Nekik viszont még nagyon sok rutint és tapasztalatot kell ahhoz szerezniük, hogy ebben a mezőnyben mi valóban olyan teljesítményt tudjunk nyújtani, ami győztes mérkőzésekhez fog vezetni, és nem csak egy-egy győztes mérkőzéshez, hanem esetleg mérkőzések tömkeregéhez, amit ugye nagyon szeretnék én már látni. A nyíregyházi kosársuli serdülő csapata még pályára lép a jövő hét második felében esedékes országos B-döntőben. Az edzések a tanév végéig tartanak, addig az egyéni képzésen és a következő szezon korosztályos csapatainak kialakításán lesz a hangsúly.